gyertársági pillanat. Hová kapsz, hogy miért kérdünk? Te. Miért kérdünk? Előbbször elválasztunk az eget a fejüttől, húzunk így egy csikot így közel, lapnak a közepére, nem muszáj egyenest. Csak hogy tudjunk, hogy hol lesz a föld és az ég. Ezt nagyon halványan. Na, itt lesz néha a sarkában egy ház, így ide megjelölünk. Nem muszáj nagyon pontosan megrajzolni, csak hogy lássunk, hogy hol lesz. Ilyen cigáha. Rajzolunk fel az ablakokat, de jöhet így létre. Aki már megrajzolta, az már fesse. Először az égtől kezdünk. Először kicsi sötétebb kék felül, és ahogy jössz lefele, úgy világosodik kifele átmenette. Na, igen. Rakja mindenki ki a palettára színeket. Így első foltokba felrakunk, és ahogy jössz lefele, úgy világosodik. Короче, так багато талановитих ромських дітей в одному місці. Де ви їх збираєте або знаходите? Nem keresik őket, hanem ők keresnek fel minket, mert hallják, hogy van egy ilyen iskolánk, és ingyenes is, úgyhogy gyerekek egymás közt átadják, hogy van rajziskola, és lehet jönni. А скільки у вас тут ходить до школи, чи діляться вони по групам, або як? Van három csoport, kezdő, közepes, meg haladó. Legkisebbek, és így három csoport van, és mind a háromnak hetente van ilyen tanulás. Я бачу, до вас приїжджав один плюс один, і ви виграли гордість місця. Це як? Можете пояснити? Persze. Hát ilyen titokba jöttek el, nem is tudtunk, hogy kik ők, meg mi ők, de egy napon becsengettek, hogy szeretnének ide jönni, csak úgy beszélgetni, és a végén derült ki, hogy ez az inspektor, amik így bennek is felderítnek, akik tudják, azok tudják, amit jelent. És ide beültek nálunk, és nagyon megtetsz nekiek a rend, a tisztaság, attól, hogy gyerekek tanulnak, milyen intelligensek, a rajzok is, úgyhogy voltak itt a rom artba is, a rom dance-be, meg a rom boxba. Mert nekünk van egy ilyen szervezetünk, amiben több ág csatlakozik, úgyhogy mi nyertünk a város büszkeségét. És erre mink is nagyon büszkék vagyunk. Які результати ви очікуєте, взагалі, яка ваш ціль у рома арт? Для чого сюди діти ходять і чи є якийсь розвиток далі після закінчення вашої школи? Hát nem csak arra tanítjuk a gyerekeket, hogy rajzolnak, meg hogy majd legyen valamikor a jövőben köztük festő, de akarunk, hogy most a mai napon is tudjanak ebből pénzt keresni. Mert vannak olyan gyerekek, na, a táborunkban sokan járnak ilyen szemetekre, vasazni, mindenfele, és ilyen módon meglátták azt, hogy nem csak szemetről lehet keresni pénzt, hanem úgy, hogy festnek egy jó képet, és azt el lehet adni. Mert rengeteg képet adunk el Amerikába, Hollandiába, Magyarországra, és így ők pénzt is keresnek ebből. Nem csak rajzolnak, hanem pénzt keresnek. Szóval такі діти не все хочуть ходити в начальні заклади або ще щось. Як ви їх мотивуєте? Mi különbözőleg motiváljuk a gyerekeket, hogy járnak az iskolába is, az állami iskolába is, mert még van nekünk egy ilyen felkészítő ABC iskolánk, és úgy motiváljuk a gyerekeket, hogy akik jó tanulnak, járnak, nem csak a festőiskolába, hanem máshova is, hogy adunk nekik ingyen internetet, mert sok gyerek nem tud hozzájutni internethez, nincs komputerük otthon, nekünk van a másik osztályban berendezett teljes komputerosztály, ahol számítógépek, ahol a gyerekek számítógépre tanítjuk őket, plusz akik járnak és jó tanulnak, azoknak adunk ingyen internetet. És így akarnak tanulni, mert tudnak internetet. Чи є у вас діти, чи ходять в якусь секцію ваші діти? Igen, nekem van három lányom, a legkisebb 2 éves, még nem jár sehol, Adriana. Van Lídia, az a középső lányom, ő jár rajzra is, meg jár hegedűre is, és már a nagyobbik lányom Gloria, ő is jár rajzra.
Такий талановитий і молодий вчитель, як ви взагалі можете його описати, де ви його знайшли, чи він вже ваш якби, випускник? І волт мій тануло, і з ідею шоран аніра його танулт, хоч addig jutott, hogy ő lett az egyik tanár. Három tanárunk van, a legfőbb az Viktor bácsi, Benji, ők most mind a ketten külföldön dolgoznak, most Rudi maradt magába. Tehetséges is, mert tehetséges, mindenki látta, és nagyon ért a gyerekek nyelven is, és azért rábíztuk, hogy ő tanítsa a gyerekeket. Чи є якісь виставки, можливо, в Угорщині, або приїжджають до вас з Угорщини, з Венгрії? Még Magyarországon nem volt kiállításunk, de tervezünk. Úgy volt, hogy most múlt év karácsonyán lett volna a parlamentben, csak mert voltak a választások, azért elmaradt, de reméljük, hogy ezen az éven összejön, és az egyik barátunkon keresztül a parlamentben szeretnünk, meg szervezünk kiállítást. Már egy éve, hogy tanítom a kisebb ujjákot, 8 évtől 11-12 évig tanítom a kisebbeket, azt próbálom neki ők átadni, úgy, hogy értsék meg, amit én tanultam. Volt eddig 3 tanárom, most Viktor Grabár tanít, csak most kiment külföldre dolgozni, és most velem vannak a nagyobbak is, 3 csoport van. Egy ilyen cigányudvart próbáltam nekik elmagyarázni, hogy hogy csinálják meg hogy úgy megfestni, hogy ők is tudják másolni. Amerikában nagyon sokat adtunk el, jöttek ide amerikai testvérek, akik sokat vettek a pulyáktól meg tőlünk képeket. Hollandiából volt úgy, hogy már itt nálunk Ukrajnán is. Magyarországról vettek, már Csehországból is. Szóval nagyon elég sok országból és városból jöttek már ide, és akik jönnek ide például a gyülekezetre, ott volt a templomba kiállítva. Kaliforniából jöttek ide nagyon sok fiatalok, akik itt voltak a gyerekekkel, és azt mondták, hogy szeretnének venni tőlünk festményeket, és mi kiállítottunk a templomba, és nagyon sokat sikerült eladni, és és a kisebbek is tudtak eladni, és amit eladnak, 70% a gyerekeknek nekünk, 30% pedig az iskolának, hogy tudjunk továbbra is anyagokat venni, lapot, hogy tudjunk továbbra is festni. És a Ponzor, Orphans Promises, a Ponzor, aki támogatta az iskolát, az minden hónapban küld ide pénzet, hogy tudjunk venni anyagokat, pulyáknak ceruzát, és az amúgy minden ingyen van. Már kicsi korom óta rajzolgattam, és mindig is érdekelt ez a rajzolás téma, meg a festés, de nem volt lehetőség, hogy iskolába is tanuljak, és Karcsinak volt egy ötlete, hogy legyen rajziskola. És megszervezte ezt a rajziskolát, és elkezdtem ide járni, és elkezdtem fejlődni. Nagyon sokat tanultam, és még van mit tanulnom, és amit tanultam, azt próbálom átadni a gyerekeknek is, és a jövőben is ezzel szeretnék foglalkozni. Szeretném, ha lenne külföldön, meg itt nálunk is egy galériám, ahol tudom árulni a festményeimet, és eddig is nagyon, nagyon sokat képet tudtam eladni, és a dolgaimot, amit telefont, vagy mit tudom én mit, én szoktam magamnak megvenni. Itt mi Krisztina csinál egy kicsit sötétebbre, mert összeír a horizontal, a földdel, tehát csinál meg sötétebbre, meg itt az utat már csinál meg az árnyékokat a háznak, hogy legyen kontrasztja. Ezt tett innét, szerintem ez mi akar itt lenni, nem tudom. Egy drogt, ilyen vastag drogt nincs, szerintem ezt tett tüntesd el innék, meg itt a fánál csinál meg sötétebbre, és ne kékre a fát. Amúgy nagyon jól csináltad a házakat, érdekes színek vannak benne. Ja. Mikinek sikerült eddig a legjobban, látom, izéni fejből csinálta, nem másolt azt, amit én csinál,
Amúgy a Miki már azóta jár, amióta én is pont akkor kezdte, és ő is nagyon jól fest. Csak láttam, hogy kitört a szekérnek a kerekje, ellopták a cigányok. Amúgy nagyon jól lett. Vettünk belőle kenyér, ne? Csak nem értem ezeket a blokkokat itt, vagy vájuk, de amúgy nagyon jól lett. Látom, hogy Jászmin nagyon jól csinálta, csak kicsit másképpen, ahogy én mutattam neki, de amúgy így is nagyon szép és fejbül. Amúgy a Jászmin egy nagyon jó tanuló, 10 éves is már majdnem úgy tud, mint itt akár még. Amúgy nagyon jó, csak kicsit lassú vagy. Igyekezz mindenhol csinálni, ne csak egy helyen. Érted? Sanyika ahhoz képest, hogy ő nem irig jár, elég jó lett, és látom, hogy magától csinálta, semmi segítség. Még sokat kell neki fejlődni, de amúgy elég jó lett. Hát én már 4 éve lassan járok ide. Én már rég elkezdtem ezt, amikor Pulyaba voltam, és akkor engem apu tanított, mindig autókat rajzoltam, arcokat félig, és akkor eljött az az idő, hogy van itt az iskola, és akkor én meghallottam ezt, és eljöttem, és akkor beiratkoztam, és akkor eljöttem, azt sem tudtam, hogy az hogy kell kikeverni azt a színt, vagy hogy kell oda tenni, vagy hogy kell megrajzolni, és ezt 4 év alatt már belejöttem, vannak szebb képem is tőle, ezektől is. Szeretem ezt jól csinálni, és látom, hogy sikerül nekem, és akkor látok valamit a jövőben magam, hogy ez jó lesz még. Ez a kép, cigány kép, nem is annyira szép, hogy valaki a podolbajtot a visszad, akkor déltek? Tetszik neked ide járni? Hát igen. És mi tetszik neked itt? Úgy rajzolok szép képeket, és jön. És kész? Hát de onnan is odakodás? Régóta jársz ide? Nem rég járok ide, 1,5 év volt. Hát itt átadom a helyet, ott van? És apukád segít itt nektek? Például kell az iskolába guás vagy festék, akkor ő szól a Rudinek, és akkor meg elmennek venni, vagy ha nem ad neki pénzet az iskola ebből a pénzből, és akkor meg elmegy a Rudi venni. Azért, mert ha valami gond van, vagy nem jól érzem magam, és elkezdek rajzolni, akkor mindent elfelejtek. A jak tobi vas učitel Šovin včeť vas dobre malovate? Jó tanítok? Szerintem megfelelően tanítok. Hát te ugye давно сюда ходиш? Már 4 járó ide megy? Igen. Már 1,5 éve. Mit szeretek festeni? Leginkább virágokat vázával, vagy csendes életet. Nekem tetszik ide járni, én szeretek rajzolni. А що ти більше любиш малювати? Én vázát szeretek rajzolni, már egy képet rajzoltam. А ти продала вже якусь свою картину? Яку? Що ти намалювала там? Asszony egy pulyával, meg volt még egy tengerparton volt, egy vízen. Ким далі ти мрієш бути, коли ти виростеш? Nem tudom. Улыбка.